Sziasztok! A mai napon egy rendhagyó videóval készültem nektek, ugyanis a mai videó témája egy 24 óráig csak kört és kajákat ettem videó. Úgy gondoltam, hogy miért ne, mert igazából én annyira nem vagyok oda a körtéért, nem vagyok egy nagy fanya, igazából megeszem, nincs vele gondom, de soha nem voltam olyan úristen. Szóval úgy gondoltam, hogy felállítom magamnak ezt a kihívást, mert néha egészen undorítónak találom. Szóval miért ne cseszek ki saját magammal? Annyi szabály van az elkövetkezendő napra igazából, hogy minden egyes ételemnek körtét kell tartalmaznia valamilyen formában. Természetesen tartalmazhat mást is, nem csak körtét, viszont a körtének mindegyikben szerepelnie kell. És nem ihatok csak körte levet, vagy körtével kapcsolatos italt, illetve vizet, hogy a hidratáltságunk is megmaradjon természetesen, és hogyha kíváncsiak vagytok arra, hogy hogy élem túl a következő napot, amiben csak körtét eszek, akkor maradjatok velem. Szóval, ezeket vettem. Igazából nem túl sok kaja ahhoz képest, amivel túl kell élnem holnap. Vettem egy almás körtés gyümölcsitalt, egy jogobella joghurtot, egy zabkását, ami egyébként 300 forint volt, szóval ajánlom, hogy ezek után oda meg vissza legyek a körtéjét, illetve vettem salátát, mert úgy tervezem, hogy egy ilyen almás, vörös áfonyás körtés salátát csinálok, és természetesen körtelevet. Igen, meg hát természetesen 3 darab körtét, az egyiket a salátámba tervezem, az egyiket simán megenni, a harmadikból pedig vagy valami juice-t, vagy túlmixot csinálok talán, majd meglátjuk. Hát szép jó reggelt mindenkinek, ma kezdődik ez a kis kihívás. Szóval nem tudom, hogy elmondtam-e a szabályokat. Igazából minden ételemnek körtét kell tartalmaznia a mai napon, illetve ezen kívül nem ihatok csak is vizet. Igen, érdekes lesz. Az első dolog, amit inni fogok majd egy kicsit később, mert hiába 7-kor keltem, és most 8 óra van, még mindig nem bírok se én is enni, ez a párincsolyos almás körtés gyümölcslé lesz. Ez 100%-osan préső gyümölcslé. Oké, most már érzem, hogy éhesebb vagyok, szóval fel is bontom akkor ezt a párincsolyos almás körtés gyümölcslevet. Hát kíváncsi vagyok az ízére. Nem is tudom megfogalmazni, milyen illata van. Ez egy nagyon-nagyon erős gyümölcslé, de hát ez így 100%-os préselt, szóval... Az eleje nem rossz. Az eleje olyan átlagos gyümölcslé, de az utóíze az sokkal keselnyésebb, és hát I'm not sure if I like that. Ami érdekes, mert ez a gyümölcslevem van, meg egy körtelevem egész napra a vízen kívül, ital tekintetében. Jól indul ez a kihívás. Határozottan nem az, viszont nagyon-nagyon édes, gondolom tele van cukorral.
Szóval a helyzet az, hogy most jön az utolsó zoomos órám. Ez 5:30-ig fog tartani ez az óra. És időközben megevédeltem, hogy látjátok a klipet, nem beszéltem alatta, mert mert éppen a órán voltam. Igen, egyébként a saláta az nagyon-nagyon laktató volt, csak sima saláta, húsi, vörös áfonya, illetve körte volt benne, de engem nagyon-nagyon jól eltelített. A körte lé, ez a helyhús, ez a helyhús körte lé se annyira rossz, nagyon-nagyon cukros, szóval érzem rajta, hogy rengeteg cukor van benne, 100 milliben van 6,4 g cukor, ami azért rengeteg. És egyébként még van 2 körtém, valamint egy ilyen körtés jogabellám. Viszont most nem igazán érzem magam éhesnek, lehet, hogy óra alatt meg fogom enni ezt a joghurtot. De jelenleg most nem tervezem. Hogyha igen, akkor majd elmondom utána róla a véleményemet, ugyanis még nem ettem ilyen körtés jogabellát emlékeim szerint. Szóval úgy néz ki, hogy a joghurt vacsorára maradt, szóval most meg is kóstolom, hogy milyen, hát előre félek. Here goes nothing. You know what? Ez nem is olyan rossz, mint amilyennek elképzeltem. Igazából egész finom. Valószínű, hogy már ettem ezt gyerekkoromban, de nagyon nem emlékszem rá. De igazából tök jó. Szóval ez lesz a mai vacsorám. És ja, mindenkinek jó étvágyat. Oké, hát ennyi is lett volna ez a videó. Érdekesre sikeredett. Amúgy nem, mert szerintem egy kicsit unalmasra. De mindegy, megpróbáltam kihozni a legtöbbet ebből a napból, főleg úgy, hogy igazából egész nap óráim voltak, és így nem sok mozgásterem volt, vagy lehetőségem másfelé mozogni a szobámon kívül, de azért remélem, hogy tetszett nektek. Igazából voltak olyan körtési ételek, amik annyira nem ízlettek, hát ezt mondom inkább most páros gyümölcslére. A héjhússal nem volt sok gondom, csak az, hogy iszonyúan édes volt, az én ízlésemnek túl édes. A salátát azt egyszerűen imádtam. Igazából nem is gondoltam volna, hogy a körte, a rántott hús és a saláta annyira jól ki fogja egészíteni egymást a vörös áfonyával együtt, de tökéletes mixet alkottak, szóval egyszerűen isteni volt. Ha lehetőségem lett volna, megettem volna még vagy 2-3 tállal belőle, de sajnos nem volt el lehetőségem. Még egyszer köszönöm, hogy itt voltatok velem, és találkozunk legközelebb. Sziasztok!